Sziasztok, jó estét kívánok! Sárosi Péter vagyok, a Drog Reporter oldal szerkesztője, és ti most a Drog Reporter Café műsor első élő adását láthatjátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy a járvány idején a kijárási korlátozások alatt sem maradjatok rendezvények, érdekes rendezvények nélkül. Ebben a műsorban különféle szakemberekkel és érintettekkel fogunk rendszeresen beszélgetni olyan érdekes témákról a drogok világából, amelyek különféle szerekről, azoknak különféle használatai módjairól, fogyasztóiról szólnak, gyönyörökről, szenvedésről, rekreációs használatról és függőségről egyaránt lesz szó, megelőzésről, felépülésről és ártalomcsökkentésről is. Nagy szeretettel üdvözlöm az első vendégünket, Varga Danit, akivel a ma esti műsorban a köztes átmenetek drogprevenciós kiállításról fogunk beszélgetni. Szia, Dani! Sziasztok! Danit már nagyon régóta is, vagy Danival már nagyon régóta ismerjük egymást, most így pont gondolkodtam a műsor előtt, hogy mióta is, de valószínűleg 2000-es évek elején találkoztunk Hollandiában egy ilyen biztonságosabb éjszakai életről szóló konferencián. Azóta már elég sok víz lement a Dunán, te is sok mindent csináltál. Ugye a Tilos Rádióban már te is ősidők óta a műsorvezető vagy, ugye a keddesti drogműsor mindenkinek ajánlott, hogy hallgassa, és hát emellett a köztes átmenetek drogprevenciós kiállítást csináljátok, a Konkáv Egyesületet, arról majd külön beszélgetés is, ben is lesz szó, illetve hát a Madásznak, a Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Egyesületek Szervezetének a elnökségében is részt veszel, tehát elég sok oldalú szakember vagy. Beszélnél picit nekünk arról, hogy honnan is indult a te karriered, nem a drog, hanem a szakmai karriered. Hát annak idején, amire utaltál, hogy amikor mi találkoztunk, akkor én még a Kékpont alapítványnak a képviseletében voltam ezen az ártalomcsökkentő konferencián, Egmondám Z-ben, konkrétan emlékszem is a nevére, ez egy szuper holland tengerparti település, ahol voltunk. Mert hogy én nekem ott indult el ez a drogszakmai karrierem, én előtte távközléssel foglalkoztam, teljesen más területe az életemnek, de mindig is érdekelt ez az emberekkel való foglalkozás. És ennek Kékpontnak az ártalomcsökkentő programjába, a Parti Service programba kapcsolódtam be. Ott kezdtem el ugye önkénteskedni, ez évekig tartott. Majd utána lett ebből, vagy nyílt ki ebből egy ilyen ártalomcsökkentői szakmai karrier. Dolgoztam a Hollander utcai tűcserében a drogprevenciós alapítvánnyal, a Dzsumbújban, még a régi, tehát az Iratos úti Dzsumbújban, annak a tűcseréjében, illetőleg már akkor is számtalan prevenciós programban, úgy gyerekekkel, mint tanárokkal, vagy mint pedig szakemberekkel ezen a területen. Szóval nagyon sokáig voltam a Kékpontnál, aztán hát ilyen tíz évnyit voltam kb. Ott, amikor aztán 2016-ban nyílt egy lehetőség arra, hogy egy önálló programba, vagy önálló projektbe vágjak bele, és ez a köztes átmenetek non-profit Kft. Ez ami a képen is látszik, a köztes átmenetek a drog című kiállításnak a vezetése. Hát ez a kiállítás, ez most már 20 éve működik, még annak idején 2001-ben HIV vezetésével jött létre, és azóta általában 100-nál több helyszínen került felépítésre, mert hogy mint most, ahogy lehet is látni a videóban, ez nem az a hagyományos kiállítás, tehát itt nem vitrinekben drogok meg drogosok vannak, és akkor őket nézzük, hogy változtatta meg őket az élet, hanem ezeket a kicsit ilyen furcsa kulisszákat, egy ilyen bejárható, ilyen labirintusszerű épületet, vagy képződményt építünk föl, és ide várjuk a látogatókat, és akkor velük zajlik egy ilyen 90 perces program. Mert ugye önmagában, hogyha valaki körbe menne ebben a kiállításban, akkor hát érnék mindenféle benyomások, de hogy anélkül, hogy megbeszélnék, ez ugye kevéssé lenne értelmezhető. Szóval ennek a programnak vagyok én most a vezetője. Ugye ez 2001-ben indult el, ahogy mondtam, és akkor 2016-ig ez HIV vezetése alatt volt, és 16 óta pedig
én vagyok a, ennek a szakmai vezetője, én irányítom ezt a programot. Kinek szól a program? Ez alapvetően ez egy középiskolás korú látogatóknak, diákoknak szóló, iskolán kívüli, de iskola időben zajló program. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy elvisszük ezt a felépítményt valahova egy olyan 2-3-4 hétre, békeidőben persze, és akkor ez alatt az idő alatt a környéknek az iskoláskorú gyerekei, középiskolások jönnek, a tanárnő kézen fogja őket, és akkor szépen átvezeti őket ebbe a programba. A tanárnő akkor a másfél órára neki szabad program van, a gyerekek pedig a szakemberek vezetésével, a kollégáimnak, illetve jó magamnak a vezetésével itt eltöltenek 90 percet, beszélgetéssel, közös gondolkodással, a jelenlévő installációknak a megbeszélésével, közös értelmezésével. Ez egy elég szuper program, én nagyon szerettem, én nagyon büszke is vagyok rá, hogy én lehetek ennek a vezetője most már 4. éve. Hányan csináljátok ezt így rajtad kívül még? Nagyjából 4-5-en vagyunk a programban, ez mindig is úgy működött, ez nagyon izgalmas, hogy a drogszakmában dolgozó szakemberek közül nagyon sokan dolgoztak már ebben a programban. Mert hogy ugye ez akkor van, ez a kiállítás, amikor van rá finanszírozás, amikor van megrendelés, tehát ide nem főállású embereket kell itt elképzelnünk, hanem ilyen vállalkozó jelleggel, megbízási jelleggel jelenlévő kollégákat, akik egy-két napokat, vagy akár egész heteket dolgoznak benne, függően attól, hogy éppen hogyan érnek rá, vagy milyen megbízást kapunk, hogy éppen mennyi feladatot kell elvégezni. Ezt így említetted, hogy nem egy hagyományos kiállítás, tehát nem éppen a hagyományos módszereket alkalmazzátok, és hát ugye nem is olyan régen készítettünk is egy felmérés diákok körében Magyarországon arról, hogy milyen drogprevenciós programokban vesznek részt ma a középiskolások, és abból ugye az jött ki, hogy a nagy részük az rendőrség által szervezett, általában egy ilyen frontális előadásból álló, többnyire egy vagy két alkalmas, és hát nem éppen interaktív módszerekkel dolgozó drogprevencióban vesz részt. Mi az, ami miatt szerinted ez a hagyományos módszer, ez nem annyira működik, vagy nem annyira hatékony, és valami mást akartál csinálni? Hát, hogy konkrétan arra reflektálják, amit példaként mondtál, tehát amikor a rendőr bemegy 45 percre az osztályterembe, az valószínűleg az elképzelhető prevenciós beavatkozások közül a legkevésbé hatékony. Szerintem vetekszik a nézzük meg együtt a Trainspottingot a videón beavatkozásnak az eredményességével, tehát a nulla közelében van. Ugye miért? Azért, mert tehát egyrészt maga a prevenciós foglalkozást tartó személynek a szerepköre az már rögtön meglehetősen kérdésessé teszi azt, hogy mennyire tud jól működni, mennyire lehet őszinte, bizalmi kapcsolat alapuló előadást tartani úgy, hogy a jelenlévő szakembernek ugye hivatalból el kellene járnia akkor, hogyha kiderül valakiről, hogy mondjuk saját élménye van a szerhasználatot illetőleg. Tehát teljes mértékig kizárt dolog az, hogy itt bármilyen őszinte érdemi beszélgetés legyen résztvevők között. Ebből fakadóan, ugye ez az egyik oka. A másik oka az nagyon, nagyon sok ilyen iskolai osztályterem prevencióval az, hogy nagyon rövid, 45 perc az még a megérkezés, ismerkedés, beszélgetésnek az ideje, meglátásom szerint. Meg hát maga a helyszín is, tehát az osztályterembe bejön valaki, és ott mesél a gyerekeknek 45 percig, ott nagyon picit változik csak meg a tér, vagy maga az élethelyzet, amiben vannak, és hogy mi azt tapasztaljuk, hogy mindezeken, tehát a bizalmi faktoron, a szereplőnek a hitelességén, és a környezeten, amiben a gyerekek érkeznek, hogyha ezeken mind változtatunk, ez mind növelni fogja az eredményességét ennek a beavatkozásnak, ennek a prevenciós programnak, amit csinálunk. Ugye mi szociális munkában dolgozó szakemberek vagyunk jellemzően, akik ezen a területen dolgoznak, minket alapvetően köt a titoktartás, tehát bármi, ami elhangzik a mi prevenciós csoportjainkban, ez közöttünk marad, tehát, és ugye ezzel is kezdünk, hogy,
hogy építjük ezt a bizalmi kapcsolatot a gyerekekkel, ugye ez már nagyon sokat lendít előre. A mi megközelítésünk, például azért nem vagyunk rendőrök, vagy azért, mert értünk ez a dologhoz, tényleg tisztelet a kollégáknak, akik szakmai munkát végeznek, de hogy jártasak vagyunk, konkrétan tudjuk, hogy a gyerekek mivel foglalkoznak, azért rögtön egy hiteles szereplőként jelenünk meg, releváns információink vannak az ő szerhasználatukról, a problémáikról, az élményeikről, az, hogy miket szeretnek csinálni, tehát rögtön ebből a kiinduló pontból foglalkozunk a gyerekekkel, és hát amint a képeken is látható, vagy látható volt, ugye egy olyan környezetbe érkezünk, ami érdekessé teszi ezt az egész kérdéskört, ami rögtön kérdéseket vesz fel, egyáltalán miért jöttünk ide, ugye kérdezik a gyerekek, mi ez az egész, ahol vagyunk, tehát rögtön egy nyitottság jelenik meg bennük, és hogy nagyon, nagyon jól el lehet indítani a beszélgetéseket, nagyon sok mindent át lehet ugrani azzal, hogy egy picit kimozdítottuk őket a komfortzónáinkból. És mit tapasztalsz egyébként, hogy azért beletelik egy időbe, amíg megnyílnak mondjuk a gyerekek, és elkezdenek beszélni magukról, vagy akár a saját élményeikről, egyáltalán elég-e az egy ilyen foglalkozás arra, hogy igazán megnyíljanak a gyerekek? Hát itt miközben nézzük ezeket a vágóképeket, ugye most a kiállításnak a második szobájában vagyunk, ahol láthatóak ezek a képek. Ennek a szobának a padlója, ez ilyen szőnyeges, de lehet ülni rá, el lehet dőlni rajta. Mire ide jutunk, az esetek 95%-ában már nagyon nyílt és őszinte beszélgetést tudunk folytatni a gyerekekkel. Ezt megelőzően az első szoba, hogyha visszaemlékszünk, amikor ugye bemegy a kamera ebbe a sárga-lila szobába, így van, ahogy most látjuk. Ugye innen indul, az nagyon sok esetben már itt is tök jó nyílt őszinte beszélgetések tudnak zajlani, de ugye itt alapozzuk meg azt, hogy felépítsük a gyerekeknek azt, hogy ténylegesen itt van értelme megosztani egymással gondolatokat, élményeket, mert abból tudunk a legtöbbet tanulni, hogyha az, amit már átéltek, vagy hallottak, vagy láttak, azokat az élményeket meg tudjuk beszélni egymás között, és együtt értelmezzük, hogy mi miért történik. Szóval abszolút tud ez működni. Egy picit arra reflektálva, amit mondtál, ez nagyon kétirányú, vagy nagyon, nagyon mondjuk két szélsőséges példát, hogy hadd említsek. Vannak olyan csoportok, ahol sokáig tart azért, mire kinyitjuk, vagy megnyílunk egymásnak, és adott esetben nagyon kevés saját élményt tudnak megosztani, és akkor tényleg kicsi sokáig tart, amire ez kijön, de van olyan csoport, amelyik csak leülnek oda a kanapéra, és akkor csak köszönünk egymásnak, összetegeződünk, tényleg megkérdezek két kérdést, és már ott tartunk, hogy akkor mondják, hogy én mit tudom, én tegnap szívtam, meg mit tudom én a hétvégén bogyóztunk, és tök jó volt. Hát és akkor nagyon jó, nem jó, de abban szempontból nagyon jó a szakma, vagy a munka szempontjából, hogy hát akkor tök jó, akkor már a témánál vagyunk, hát már az már van miről beszélni, akkor ez a beszélgetés az már célba fog érni. Nem kell kerülgetni itt a forrókását, úgyhogy haladhatunk előre a témával. Én kimondottan szeretem azt, amikor a gyerekek rögtön az elején bemondják ezeket a dolgokat. Egyébként, hogyha így te sok gyerekkel beszéltél, meg találkoztál, hogy mennyire vannak olyan alkalmak jelenleg az oktatásban, akár az általános vagy középfokú oktatásban, hogy így gyerekek leüljenek segítőkkel, vagy akár más felnőttekkel, és ilyen interaktív módon őszintén beszélhessenek mondjuk az érzelmeikről. Ez mennyire van benne így a jelenlegi oktatási rendszerben, hogy érzed? Hú, hát ez nagyon jó, hogy ez előkerült. Ez rettenetesen hiányzik a mostani oktatási rendszerből. Mi van, hogy azzal találkozunk, hogy a gyerekek nem is annyira annak örülnek, hogy mondjuk pont a drogokról, vagy a tudatmódosításról beszélgetünk, hanem önmagában a ténynek, hogy itt egy felnőtt, akivel lehet beszélgetni. Hogy itt most van 90 percük arra, hogy elmondják, amit gondolnak, hogy ezt meghallgassa valaki, vitatkozhassanak egymással, vitatkozhassanak a felnőttel. Sőt, még nagyon sokszor az is megtörténik, hogy mondjuk egy olyan csoporttal találkozom, amelyik láthatólag nem különösebben érintett a szerhasználatban, vagy aktuálisan neki nem ez a legnagyobb problémája az életében, de mondjuk valami más iskolai probléma, párkapcsolati kérdések, főleg, hogyha mondjuk egy ilyen
csak fiú vagy csak lány csoport érkezik oda, nagyon gyakran elő szokott fordulni, hogy ezekről beszélgetünk. Érzelmek, szerelem, felnőttekkel való viszony, iskolával való viszony, és hogy néha tényleg szinte kérni kell őket, hogy nagyon tereljük vissza a témát, beszéljünk mégis a drogokról, pedig ők nem erről akarnak, hanem annyi minden van a fejükben, amit sokszor nem tudnak kinek elmondani. Egy picit amúgy ezt meg is értem különben, tehát ugye főleg középiskolásokkal dolgozunk, ugye hogyan zajlik a munka, vagy az élet a középiskolások hétköznapjaiban, ugye az egyik szaktanár, vagy szaktantárgy követi a másik szaktantárgyal, tehát nagyon kémián pot lehetne beszélni a drogokról, meg amúgy irodalomban is, meg történelem óra alatt is nagyon sok órán lehetne beszélni, de hát ugye le kell adni ezt a végtelen mennyiségű anyagot, meg a kovalens kötést, meg a benzolgyűrűt, meg a Nibelungéneket, tehát van feladat, és hogy emellé egyszer nem fér bele az, hogy megkérdezik a gyerekek, de amúgy hogy vagytok, meg mi van veletek? Van-e valami kérdésetek az életről? Töltik bele a gyerekek agyával lexikális tudást, de egy csomó mindennel meg nem foglalkoznak, igen. És mi az, amit mondjuk arról lehet tudsz mondani, hogy milyen különbségek vannak a diákok között, mondjuk, hogy attól függően, hogy milyen korcsoport, vagy esetleg nemek között vannak-e különbségek, vagy mondjuk a szociális helyzete, tehát a szociális helyzete szerint a gyerekeknek ilyen különbségeket szoktál tapasztalni, és hogyha mondjuk másféle korosztály vagy szociális helyzetű diákokkal beszélsz, akkor mennyire, úgymond módosítod az egésznek az üzenetét? Nekünk az az alapvetésünk, hogy a gyerekekkel arról a témáról, és kimondottan csak azokról a szerekről vagy szerhasználatról beszélünk, amiben ők érintettek. Ami annyit tesz, hogyha próbálok nagyon sarkított példákat mondani, tehát hogyha mondjuk egy kisváros, hátrányosabb régiójából jövő általános iskolás csoporttal beszélünk, ahol mondjuk a Coca-Cola a legkomolyabb tudatmódosító anyag, amihez ők hozzájutottak, és az okozza nekik a problémát, akkor arról fogunk velük beszélgetni, mert számukra az a téma, az a fontos. De mondjuk, hogyha egy budapesti elit gimnáziumból érkező gyerekeknek a nagyon tudatos halucinogén szer használata merül föl, volt erre példa, ahol nagyon konkrét, gyakorlatias kérdéseket tesznek föl, hát akkor bizony erről fog kelleni beszélnünk. Jó? Tehát mindig azt nézzük meg, hogy hol tartanak. És hogy nagyon egyértelmű különbségek vannak a szakközépiskolák, vagy éppen nem tudom milyen szakgimnáziumok, nem tudom pontosan milyen éven futnak most, a város közepén lévő, mondjuk egyházi fenntartású gimnáziumok, vagy mondjuk a hátrányos helyzetű, mondjuk a hídosztályos csoportok, vagy hídosztályos iskolákból jövő csoportok között. Jó? Tehát nagyon-nagyon-nagyon mások ezek az élethelyzetek. Ha általánosítani lehetne, akkor azt tudom mondani, hogy minél elitebb iskolából jönnek a gyerekek, annál kifinomultabban fogalmaznak, de annál kevesebb saját élményt osztanak meg, és annál inkább egy olyan elméleti síkon zajlik ez a beszélgetés, bár az ember, főleg, hogyha sok gyerekkel találkozott életében, akkor pontosan tudja, hogy ezek az elméletinek tűnő kérdések, ezek valójában az ő saját életükből jövő tapasztalatok, vagy kérdések, amik felmerülnek, és miközben mondjuk egy szakgimnáziumból jövő gyerekek pedig, ahogy erre már utaltam, és ők meg bekérdeznek, meg bemondják, meg elmondják, hogy mi történik velük, mert náluk sokkal jobban előtérben vannak ezek a dolgok. Tehát a tapasztalat, vagy a statisztikák szerint is egy picit többet használnak, vagy gyakrabban használnak, intenzívebben használnak, illetve a kommunikációjuk is kevésbé félnek a tabuktól, könnyebben elmondják, amit gondolnak, nem kell őket kinyitni, nagyon sokáig dolgozni rajta, hogy előhozzák a bennük zajló kérdéseket. Én nagy általánosságban azt szoktam mondani, hogy ugye
pont tegnap jelent meg az ESPAD 2019-es vizsgálat, ugye ez a 4 évente lezajló iskolakutatás 16 évesek szerhasználatáról. Hát amit ezekben a kutatásokban olvasunk, az ott van a valóságban is. Tehát a 16 éveseknek 90%-a próbált már alkoholt, és mondjuk az egyharmada fele azért szokott is inni, és van is a részegséggel kapcsolatos élménye. És a hozzánk beérkező csoportoknak ugye megint ugyanebben a 16 éves korosztályban nagyjából az olyan egynegyede, egyharmada próbálta már ki a kanabiszt, és mondjuk minden második, harmadik csoportban vannak olyanok, akik ki többé-kevésbé rendszeresen szoktak szívni, szivogatni. Nagyjából ez egy ilyen átlag. Elő-elő fordulnak olyan csoportok, ahol mondjuk egyéb parti drogok, tehát az ecstasy, amfetamin használata már volt. Egyre kevésbé találkozunk a herbának a használatával, tehát azt meg tudom mondani az iskola típusából, hogy van-e közöttük herbál használó, mert előzetesen meg fogom tudni mondani, mert ténylegesen kiszorultak ezekbe a külvárosi, ilyen gyűjtőtípusú, ilyen szakmai iskolákba azok a csoportok, ahol egyáltalán elképzelhető a herbál használat. A halucinogénszereket, mindig csoportban van általában egy fiú, vagy egy lány, inkább általában egy fiú, aki nagyon érdeklődik a halucinogénszerek világát illetőleg, de azért ezek nagyon-nagyon ritka dolgok, hogy előkerüljenek. A kanabisz, meg az alkohol, ezek mennek, meg a gyógyszerek. Egyébként ezt én is tapasztaltam, hogy amikor mondjuk egy belvárosi gimnázium tanulóival beszélgettem, akkor tök más tapasztalatok jöttek föl, mint mondjuk amikor egy külvárosi ifjúsági klubban beszéltem ottani srácokkal, akik például nagyrészt romák voltak, és ott például nagyon sokszor feljött, hogy rendőrség igazoltatás, hogy rendszeresen igazoltatják őket, ami a belvárosi elit gimnáziumok tanulósága körében az itt tökre nem jött át, és hogy tényleg tök más élményei vannak egy attól függően is, hogy milyen csoportba tartozik valaki. Bocsáss meg, ez olyannyira így van, hogyha megengeded, hogy amikor én ilyen típusú csoportokkal találkozom, ahol mondjuk, ahol így érezhető az, hogy itt azért komoly deviancia jellegű problémák vannak, vagy szerhasználati, vagy egyéb deviáns viselkedésformák vannak. Én ezekre mindig rá szoktam kérdezni, hogy vannak-e ügyeitek, hogyan álltok ezekkel, tudom én, kinek mi van, és hogy ezekről nagyon-nagyon izgalmas beszélgetések szoktak kiindulni, mert sokszor az, hogy teljesen egyedül vannak ezekkel a problémákkal, és itt mire gondolok, itt mondjuk ez a parkban füvezés, vagy garázdaság, vagy mondjuk valami kísértékű ilyen boltilopás típusú dolgokkal, azért ez elég gyakran előfordul. Nem azt mondom, hogy ez egy ilyen rendszeres, de hát én azért sok ilyen gyerekkel találkozom a kiállításban, és azt látom, hogy nagyon sokszor teljesen egyedül vannak ezek a gyerekek ezekkel a problémáikkal, és azért az, hogy mondjuk egy 17 éves gyerek, aki nem nagyon van már a családjában, mondjuk kollégiumban lakik, és akkor feje fölött lóg egy ilyen ügy, folyik egy rendőrségi eljárása, és annyira boldog, hogy valakivel beszélhet arról, hogy mi van vele egyáltalán, mit kéne csinálni, és tényleg minden egyes információnak nagyon örülnek, mert teljesen egyedül tudnak maradni ezek a gyerekek ezekkel a problémákkal. És egy picit még, amikor kérdezted, hogy tudnak ezek a gyerekek valakivel beszélni, akik úgy kiállításon kívül, aki tud nekik ezekben a dolgokban segíteni. Sokszor azt tapasztalom, hogy persze van iskolai szociális segítő, vannak iskolapszichológusok, ezek között nagyon jók is vannak, akik dolgoznak, van mindig egy-két jó tanár, de nagyon sokszor a kollégiumi nevelők, ügyelők azok, akik ezeket a szociális segítői funkciókat ellátják ezeknek a gyerekeknek az életében. Ők azok, akik sokat találkoznak a gyerekekkel, együtt lógnak velük, sok esetben így délutánonként a koleszban, és hogy ők azok, akik így betöltik ezeket a szerepeket. Egyébként intézetbe próbáltátok már elvinni a kiállítást intézeti gyerekeknek? Voltunk talán 2 éve nyáron a Balaton-Bográrán, a második Rákóczi Ferenc gyermekotthonban, volt egy 2 hétig, ott volt egy kihelyezett, ott volt a kiállítás. Hát ez egyik legnehezebb munkánk volt
amit végeztünk, és ugye egyrészt borzasztó nehéz is volt ezekkel a traumatizált, végtelenül hátrányos helyzetben lévő gyerekekkel, a szerhasználatról, a dolognak ennek a prevenciós, vagy megszokott prevenciós értelemben beszélgetni, de közben meg nagyon-nagyon jó is volt, és nagyon-nagyon jó kapcsolatok alakultak ki. Ugye ez ilyen fókuszáltan csak a gyerekotthonnal foglalkoztunk, ugye lenn is laktunk két héten keresztül a kollégáimmal, és akkor nagyon sok időt töltöttünk ott a területen. Ez ott volt, ez amúgy szuper jó helyen van, Bokláron felépítve, ez a gyerekotthon, ez óriási nagy területen, egy nagy villában. És ott volt a kiállítás, és hát, hogy szeptember elején volt, nagyon sok időt ott töltöttünk bent a gyerekotthonban, és foglalkoztunk a gyerekekkel, mert ha már ott vagyunk segítő szakemberekként, nagyon nehéz elengedni ezeket a feladatokat. Még ugye vissza akarok picit térni a rendőrség témára. Most nemrégen volt az RTL Klubban is egy műsor a házon kívül, amiben bemutatták a rendőrségnek az ilyen drogmegelőzési kampányát, amiben videókból áll, amiben tragikus történeteket mesélnek el gyerekek. Gyakorlatilag a halálról szól ez, tehát arról az az üzenet, hogy ha drogozol, akkor meghalsz, és egy olyan típusú videót is láttam, ami kimondottan azt mutatja, hogy milyen az, amikor mondjuk a kommandósok betörnek egy fiatalnak a lakásába, és elviszik őt bilincsbe, és hogy ezzel próbálják meg úgymond elrettenteni a fiatalokat attól, hogy ők drogokat fogyasszanak. Ezekről a módszerekről mit gondolsz? Hát a mi munkánk során is nagyon sokszor előjön ez a kérés, vagy ez a felvetés, hogy akkor remélik jó elrettentő lesz majd a mi programunk, és hogy a gyerekek nem fogják ezeket a szörnyű drogokat fogyasztani, és akkor néha még az is megtörténik, hogy és akkor odasúgja mondjuk a polgármester, hogy mert hát miért nem isznak, jó borok vannak itt is, ugye itt a mi környékünkön, és hogy meg a pálinka is milyen szuper. Hát szerintem együtt fogunk még sokáig élni a 90-es éveknek ennek a gondolatával, hogyha jól megijesztjük a gyerekeket, akkor biztos nem akarnak ilyen dolgokat csinálni. Bár nyilván a területen dolgozó szakemberek minden lehetséges fórumon próbálják ezt újra meg újra elmondani, hogy ez az ég egyadt a világon semmilyen haszna nincsen ezeknek a dolgoknak. Nem így működik a világ, ezek nem ilyen egyszerű döntések, hogy ott akkor, amikor a szerhasznált előtt van a gyerek, akkor, vagy ez a fiatal, akkor hogy ő eldönti egy ilyen józan, egy ilyen mérlegelés alapján, hogy hát akkor nem választom a füves cigarettát, mert azt láttam a rendőrbácsi videójában, hogy ránk fog majd rontani a tech. Ez nem így működik, mert hogy nem fog lebukni, mindenki más azt csinálja mellette, csoportba tartozásnak ez egy ilyen fontos szerepköre, plusz amúgy teljesen elfogadott az osztálytársainak az egyharmada szívott már, stb. Tehát nem ez szerint működik, meg nem is valid, tehát nem fogják rátörni az ajtót a tekesek senkire. Plusz az sem valid, hogy meghalna tőle, nem halnak meg, tehát rendkívül ritkák az illegális szerekkel kapcsolatos túladagolások, ezt a gyerekek is pontosan tudják, és a túladagolások azok, azt gondolom, az eseteknek a 90 akárhány százalékában rendszeres függőtípusú szerhasználathoz kapcsolódó alapvetően problémás adagolással összefüggő ugye, sajnálatos halálesetek, és pláne nagyon sokszor pedig azon a legális és illegális szereknek a keveréséből fakadnak ezek a túladagolásos esetek. Tehát nem reális, nem fognak ezek a gyerekek belehalni a szerhasználatba. És ez miért fontos? Ez azért fontos, mert akkor, amikor elrendető üzeneteket próbálunk mondani a gyerekeknek, olyan elrettentő üzeneteket, amik nem valóságosak, tehát nem fog vele megtörténni ez a dolog, akkor ezzel az elrettentő üzenet előtt elmondott összes többi üzenetet is hitelteleníteni fogjuk. Ugye egyszerűen nem igaz, amit mondott nekem a rendőr, mert nem halok meg, mert nem fognák rám törni az ajtót, tehát akkor ez nem így van. Ez a dolog, úgyhogy mi abszolút kerüljük ezt a típusú kommunikációt, nem is nagyon fogalmazunk meg ezzel kapcsolatban, tehát a használattal kapcsolatban én amikor én vezettem a kiállítást, én nem nagyon szoktam mondani azt, hogy mit kéne csinálni ezeknek a gyerekeknek.
nem fogalmazok meg normatív elvárásokat feléjük, hanem értelmezzük közösen azt, hogy mi történik az ő életükben. Ez én sokkal fontosabbnak tartom, mert hogy azt, hogy én mit mondott ez a szemüveges bácsi Budapestről, ez azért ennek kicsi jelentősége van az ő életében. De hogyha ez a szemüveges bácsi Budapestről olyan mondott olyan gondolatokat, vagy segített olyan belső érzéseket felismerni benne, amik tovább vezetnek, amik új nézőpontokat nyitnak számára, a saját maga szerhasználatát, függőségét illetőleg, annak sokkal több értelme van. És ugye példaként, hogy miért is nem látom én nagyon különösebben fontosnak ezt az egészen elrettentés verziót, hogy mi például a függőség témakörét azt az esetek nagy többségében nem a legális, illegális, vagy tehát nem a komoly tudatmódosító szerek mentén szoktuk fölvázolni, hanem a hétköznapi szerhasználat mentén nézzük meg. Ugye a gyerekek biztos, hogy nem függők sem az alkoholtól, sem a kannabisztól, sem egyéb szerektől, amikor oda kerülnek hozzánk. Vagy azt mondom, hogy rendkívül ritka, hogy ezzel a problémával állnánk szemben. De mondjuk a számítógépes játékokkal kapcsolatban, vagy a mobiltelefonnal kapcsolatban, ne agyisten az orsprével kapcsolatban, viszont már könnyedén lehet, hogy megéltek függőséget. Ugye, hogy azt mondom, hogy ne használd egy napig a mobilodat, vagy mondanám akár a nézőknek is, hogy ezt teszteljék, hogy egy napig egyáltalán nem csinálunk semmit a mobiltelefonukon, akkor bizony meg lehet tapasztalni a sóvárgást, az elvonási tüneteket, azt, hogy nem tudok kijönni ebből az egész gondolatból, hogy ez milyen jó lenne ezt használni, vagy megnyitni a telefonomat, és így sokkal jobban tetten lehet érni azt, hogy mi a függőség. Ezen keresztül meg lehet érteni a dolgokat. Tehát mi ezeket szeretjük használni. Azt, amiben a gyerekek vannak, abból dolgozunk. Ki most kapcsolódik be, éppen annak elmondom, hogy a Drug Reporter Café-t hallgatjátok, és Varga Danival beszélünk a köztes átmenetek drogprevenciós programról, aminek egyébként az üzenete nekem azért is szimpi, mert hogy ez a köztes átmenetek, ez mintha kicsit ilyen dekonstrukciója lenne annak az üzenetnek, amit így nagyon gyakran lehet hallani az ilyen elrettentő kampányokban, hogy ott nincsenek köztes átmenetek, ott gyakorlatilag van egy, elkezd az ember drogozni, és utána jön a halál körülbelül, vagy így nagyon-nagyon közvetlen és szükségszerű az átmenet a kettő között, hogy a diákokra ez a fajta ilyen elrettentő üzenet, ez lehet olyan hatás, hogy ilyen rossz mémeket ültet el bennük, és akkor ezek ilyen önmegvalósító, vagy önbeteljesítővé válhatnak, hogyha mondjuk ilyen üzenetekkel bombázzák őket, szerinted? Hogy érted ezt pillanatra? Úgyhogyha mondjuk olyan üzeneteket kapnak, ami azt hangsúlyozza, hogy drogozás az csak függőség lehet, halál, és tehát hogy lehet-e, hogy nem lehet-e az, hogy ez egyenesen kontraproduktív, bumeráng hatással jár, mert hogy éppen, hogy nem abba az irányba mutat, hogy igenis van mértékletesség, hanem tényleg így gyakorlatilag a kontrollvesztés felé mutat. Hát az biztos, hogy lehet ennek egy olyan hatása, hogy benne vannak valamilyen szerhasználatban, és azzal fognak találkozni, hogy semmi következménye nincsen. Ugye a fiatal szervezetre, akár a rendszeres alkoholhasználat is még évekig semmilyen problémát nem fog okozni neki, mármint hogy első blikre. Természetesen nem lesz jó neki, meg a mentális problémák, stb. Tehát, hogy okozhat egy olyan, lehet egy olyan jelensége, hogy azt tapasztalom, hogy csinálom, és semmi nem történik abból, amit nekem elmondtak, hogy történni fog. És hogy ennek lehet akár egy ilyen, ahogy mondod, ilyen kontraproduktív eredménye, hogy egyfajta felbátorodást okoz. De én azért annyit hagyom meg, hogy azért a gyerekek 2020-ban okosak, képbe vannak, ismerik a szereket, ki tudják nyitni az internetet, meg tudják nézni a Netflixen a sorozatokat, tehát sokkal jobban előrébb jár a világ, főleg az ő szubkultúrájuk, az ő kulturális közegük ebben az egész kérdéskörben, sokkal több információval rendelkeznek, és pontosan tudják, hogy ez így ebben a formájában nem igaz, hogy drogokat használsz, és meg fogsz halni. Tehát a gyerekek nem hisznek
például a kapudrog elméletben, kizárólag a felnőtt társadalom hisz a kapudrog elméletben, a gyerekeknek eszébe se jut ez a gondolat, mert hogy egyik drog ilyen, másik drog olyan, ezek között nincsenek ilyen irányú összefüggések, mint a kapudrog elméletben. Ugye, hogyha elszívod a marihuanás cigarettát, akkor heroinista lesz belőled, ezt tényleg csak felnőttektől hallom ezt a történetet, illetőleg olyan csoportoktól, akik még nem elég jártasak és tájékozottak, mert mondjuk fiatalok, ellenben már volt drogprevenciós órájuk, na tőlük szoktam hallani a kapudrog elméletet is, meg a könnyű drog, nehéz drog elméletet, hiszen már megtanulták valamelyik drogprevenciós órán, de majd aztán eltelik egy-két év, és ezeket elfelejtik, ezeket a tudásokat, amikor ugye szembesülnek a valósággal, vagy egyáltalán a szereknek a működésével. Ami még esetleg egy ilyen érdekes dolog lehet, hogy a függő ember, vagy a függőségben lévő, mondjuk úgy, hogy drogbeteg emberrel szembeni érzékenyítés is egy nagyon fontos feladata ennek a programnak. Mert hogy vannak függők, az ő családjukban is vannak függők, főleg alkoholfüggők. És mi semmiféleképpen nem élünk a függőségnek a stigmatizálásával, nem állítjuk be ezt egy rossz dolognak, hanem olyannak állítjuk be, amilyen. Ennek az összes jellemzőjével, ennek a sokrétűségével, az okozati hatásával, vagy azzal a hosszú évekig tartó átmenetekből felépülő folyamattal együtt, ahogy valaki a kipróbálásból adott esetben függővé válhat. És ez azért nagyon fontos, mert hogy azért a 800 ezer alkoholista országában bizony nagyon sok gyereknek kell megküzdenie azzal, hogy közvetlen környezetében vannak alkoholbetegek, és neki valahogy meg kell értenie, hogy hogyan kell viszonyulni ehhez az egész helyzethez. Azért, mert a szülei közül valamelyik, vagy mind a kettő alkoholista, ők nem rossz emberek, hanem függő emberek, akik segítségre szorulnak. És minél jobban megérti a függőséget, ez mind saját magának, a jövőbeni függőség elkerülésében ugye nagyon fontos lehet, mint pedig abban, hogy az ilyen típusú, tehát a függőségben szenvedő emberekkel való hozzáállásban, vagy velük való kapcsolattartásban sokkal jobb tud válni, jobban fog tudni nekik segíteni, mert érti, hogy mi történik ezekkel az emberekkel. Egyébként, hogyha a nézők körében van valakinek kérdése Danihoz, akkor a Facebookon a kommentbe be tud kérdezni, és akkor azt én megkérdezem majd tőle. Nekem még az jutott itt eszembe, amiről beszéltél, hogy maguk a diákok igazából elég tájékozottak gyakran a drogok fajtáival, kockázataival, hatásaival kapcsolatban, jobban, mint akár a tanárok és akár a szüleik, hogy akkor ebből az is következik, amit sok szakember szokott emlegetni, hogy gyakorlatilag néha mint a több dolgunk lenne, vagy több dolguk lenne a felnőttekkel. Tehát, hogy a felnőttekkel is kéne foglalkozni ebben a témában, nekik is szükségük lenne foglalkozásokra, tájékoztatásra. Nektek így, vagy ti ezt is próbáljátok? Tehát, hogy mit tudtok esetleg tenni azért, hogy a tanárokkal, a szülőkkel, vagy szülőket és a tanárokat érzékenyítsétek? Mi minden egyes ilyen munkáknál, ugye, ahogy még a beszélgetés elején mondtam, ez a kiállítás, ez egy utazó kiállítás, ugye nagyjából olyan 2-4 hétig vagyunk általában egy városban. Mi mindig azt szoktuk javasolni az előzetes ilyen egyeztetéseknél, tervezésnél, hogy persze jöjjenek el a középiskolás gyerekek, ugye itt több ezer főről, tehát ilyen 1500 körüli főről beszélünk, aki részt tud venni ebben a programban, egy ilyen időintervallumban, de az lenne az ideális, hogyha a pedagógus kar, de legalábbis az iskolákból az érdeklődő tanárok is el tudnának jönni, és adott esetben szülői csoportokat is tudnának szervezni. Ugye mi ennek az egésznek az értelme? Mi másfél óra alatt nem oldjuk meg a drog problémát, tehát ezt senki ne gondolja, hogy ez egy megoldás. Ez arra jó, hogy elindítunk beszélgetéseket, fölvetjük a témát, egy kicsit tematizáljuk a mondjuk egy iskolai közösségnek az életét ebben a kérdéskörben. És mennyire szuper lenne, hogyha a gyerekek, akik eljöttek hozzánk a kiállításba, velünk voltak egy diskurzusban, utána mi tartunk egy kicsit más típusú előadást a tanároknak, ami egyszerre reflektál a gyerekekkel való munkára, segít, ad nekik ilyen szakmai, ilyen átfogó nézőpontot, meg ilyen kicsit ilyen módszertani segítséget is, hogy utána ők együtt aztán beszélhetnének egymással. Tehát ez lenne az egésznek a célja,
mert a prevenció az nem egy 45 perces óra, meg nem egy 90 perces óra, hanem ideális esetben akár éveken át tartó, több alkalmas, egymásra épülő, moduláris jellegű, az egész iskolai oktatást átszövő program kellene, hogy legyen, akkor érné el azt a hatását. És a prevenció az nem azt jelenti, hogy a gyerekeket csavarhúzóval megszerelgetjük, és akkor nem fognak drogozni, hanem a prevenció ennél sokkal több. Tehát ebben van, kellene foglalkozni a családokkal, a környezettel, az iskolával, a szerekhez való hozzájutással, a társadalom üzenetekkel, tehát nagyon sok mindennek kellene együtt foglalkozni. Ettől válhatna ténylegesen egy olyan preventív környezetté Magyarország, vagy a társadalom, amiben élünk, ami csökkentené a szerhasználatot. Ez, amit most csinálunk, iskolai prevenció néven, ez csak a belépő szintje ennek az egész társadalmi problémára való reakciónak, amit lehetne csinálni. És még csak, hogy ugye, és milyen eredményekkel szoktunk ebben dolgozni, hát a gyerekek jönnek, mert őket hozzák, a tanárok nem jönnek, vagy tiszteletre kivételnek kevesen jönnek, mert azért ez iskolaidő, munkaidő után van, meg ez sokáig tart, meg kötelező, de azért jönnek, a szülők meg egyáltalán nem jönnek. Tehát nulla. Semennyire sem. Ami egy nagyon komoly probléma, hogy nagyon-nagyon örülnék annak, hogyha sokkal több szülői csoportot tudnánk tartani. De hát sajnos ugye azért ez elég, hogy mondjam, általánosan jellemző, hogy azt gondoljuk, hogy a társadalmi, tehát az ilyen típusú problémák, a gyerekek szocializációját az iskola oldja meg, hiszen ez a feladata. És hogy sokkal nehezen tudnak családként, szülőként részt venni ebben ezekben a szocializációs dolgokban, pláne amikor ilyen tabu kérdésekre, vagy nehéz kérdésekre van szó, mint a drogozás. Igen, mindig mindenki azt akarja, hogy a másik oldja meg a problémát, az iskola a szülőre, a szülő az iskolára mutogat. Egyébként milyen nehéz mostanában bekerülni iskolákba, mennyire tudtok kapcsolatba kerülni az iskolákkal, és milyen az együttműködés? Hát a most alatt a koronavírusra gondolsz? Inkább arra gondolok, hogy így az elmúlt években, az elmúlt, mondjuk, tudom én mondjuk azt, hogy 4-5 évben. Világos. A koronavírus alatt nagyon nehéz, jó, de ezt most tegyük félre, mert ennek mindjárt vége van. Az elmúlt években én nem látom konkrétan a mi programunk bejutását a különféle iskolai környezetbe, azt különösebben nem látom problémásnak, mert igazándiból ezt megelőzi egy másik problematika, ez pedig a finanszírozás, illetőleg a szervezés, vagy az az energia, amit bele tud tenni egy város, vagy egy település abba, hogy megjelenjen és működjön nála ez a program, és nagyon sokszor itt szokott elmenni a dolog. De ez egy viszonylag nagy léptékű program, ugye 4 hétig vagyunk jelen, 1000-1500 fő megy végig a kiállításon, ugye nagyon-nagyon sok csoportot jelent, tehát emögé bele kell rakni azt a szervezőerőt, azt az elkötelezettséget, és főleg azokat a forrásokat, amire szükség van. Több olyan program, vagy több olyan terv volt, ami ezeken bukott elő, valamelyik eleme ennek hiányzott. Ugye, de az teljesen egyértelmű, hogyha hát nem azok a meglehetősen áldatlan körülmények lennének a prevenció területén, mint amik az elmúlt években jellemzők, ugye itt finanszírozás, állami koordináció, szakmai munka vagy egyeztetés, ugye ilyen bürokratikus, ilyen állami minisztériumi szinten, tehát hogyha ezekből azért több lenne, akkor tovább, távolabb lehetne eljutni, és mondjuk több olyan program létezhetne egymás mellett, amik egymás hatásait erősíthetnék, hálózatosodni lehetne, nagyon sok programot lehetne csinálni, tehát azért lenne hova fejlődni ebben a dologban. Szerintem borzasztó kevés működő prevenciós program van most az országban, amik jó eléréssel dolgoznak, nagyon-nagyon alacsony a finanszírozása ennek a dolognak, és egy picit most itt erről a területről is lehet beszélni, ugye az idei évben nem is kerültek kiírásra a kabos pályázatok, a hallgatóknak mondom, kabos pályázatok, ezek a minisztériumnak a kábítószerügyi prevenciós jellegű programjainak a finanszírozását szolgáló pályázatok voltak itt,
1-200 millió forintra kell gondolni, nem jelentős összegekre, de hogy ez se került idén kiírásra, nem nagyon tudunk semmit a jövő évről, remélhetőleg, hogy jövőre azért csak nyílik valami forrás, szóval, hogy bőven lenne hova mit fejleszteni ezen a területen. És azért annyit hadd mondjak, hogy ezek nagyon alacsony, tehát relatíve nagyon alacsony költségvetéssel dolgozó programok itt azért, szociális munkás fizetéseket kell elképzelni, amiért itt dolgoznak az emberek. Nagy lelkesedéssel, nagyon komoly szakmai tapasztalattal, nagyon jól működő programok várják a fiókba téve, vagy a fejünkben tartva, hogy újra elérhessék a célcsoportot. Szóval, hogy így én csak kapacitálok minden döntéshozót, hogy itt lehetne dolgozni. Szóval mi szívesen megyünk, mert szeretjük ezt csinálni, úgyhogy igen. Jött ki két kérdés is, az egyik, hogy hát az nem tudom mennyire költői, de lehet, hogy te fogsz rá egy nagyon frappáns választ adni. Hogyan nevelhetünk bátor, szabad, önreflektív gyerekeket? A másik kérdés, az pedig az, hogy mit tapasztaltok a középiskolás fiatalok terheiről, stresszeiről? Mesélnek-e arról, hogy mennyire leterheltek, mivel tudnak kikapcsolódni és pihenni? Fú, két nagyon szuper kérdés, nagyon szépen köszönöm. Ugye, hogyan neveljünk önreflektív gyerekeket? Fókuszáljunk először a szerhasználatra. Én azt gondolom, hogy elég tabu nélkül őszintén kellene beszélgetni gyerekekkel arról, hogy mi a manó is ez az egész drogozás, szerhasználat, tudatmódosítás, miért csináljuk. Például mi felnőttek, amikor annyi idősek voltunk, mint ők, akkor mi miért csináltuk, nekünk milyen tapasztalataink, milyen kudarcaink, sikereink, élményeink kapcsolódtak a szerhasználathoz. Adjuk meg azokat a kapcsolódási pontokat, ami mentén lehet erről beszélni. És ugye, hogyha az önreflektív szóra akarok most itt fókuszálni, akkor ugye esetünkben az lesz az önreflexió, hogyha a gyerek el tudja mondani, hogy elmentem szórakozni, de nem éreztem jól magam, vagy jól éreztem magamat. Ha mind a kettőnek tere van, és hogyha meg tudjuk beszélni azt a gyerekkel, hogy azért nem éreztem jól magam, mert mondjuk túl sokat ittam, vagy nem jó emberekkel voltam körbevéve, vagy mondjuk magas volt a szorongás faktorom, nem éreztem, mondjuk nem néztem ki jól, rosszott a ruhám, stb. Tehát mivel ezek miatt aggódtam, tehát hogy ezekről tudjak beszélni, ez egy nyitott, elfogadó, nem ítélkező és legfontosabb, nem pánikoló felnőttre van szükség, aki nem fog megijedni attól, hogyha azt mondja a gyereke, hogy a kortársai egy ötödéhez hasonlóan elszívott egy füves cigarettát, akkor nem kell megijedni ettől, mert hogy még sem baj nem történt, csak elszívott egy füves cigarettát. Jó, tehát ezt, hogyha meg tudja beszélni, nem ijedünk meg tőle, akkor elindulhat az érdemi diskurzus, ami mentén ilyen szabadon gondolkodó, önálló, döntéshozó képessége rendelkező gyerekek lesznek majd mellettünk. Jó is volt a második kérdés. A másik kérdés az pedig az volt, hogy mennyire tapasztaljátok, hogy leterheltek a középiskolások, mennyire tudnak kikapcsolódni? Azt, amit tapasztalunk, az az, hogy nagyon magas a stressz az iskolában, nagyon komoly elvárások vannak, mind iskola szintről, mind pedig a család szintjéről. És bizony ezek, ugye mi a szerhasználatra fókuszálunk a munkánk során, és egy másik irányból közelítünk ezekhez a kérdéshez, a stressz, szorongás, frusztráció, depresszió. Ugye mi a szerhasználat irányából nézzük meg ezt a kérdést, de hogy abszolút kiderül, hogy nagyon gyakori a gyerekek között az iskolai teljesítménykényszer miatti szorongás, az ebből következő szerhasználat, adott esetben legális szerekről is beszélek, tehát ugye vannak azok a közkedvelt benzodiazepin tartalmú gyógyszerek, amik elérhetők ugye a felnőtt lakosság számára, amik engem mindig melbevágóan meglepő, hogy hányan ismerik ezeket a szereket a 16-17 éves korosztályból. Nem kellene nekik ismerniük ezeket a dolgokat, meg ugye az elalvás segítő, sokszor nagyon erős szereket, ezeket a gyógyszereket. És ezek mind-mind úgy jelennek meg, hogy nagyon nagy terhet rakunk ezekre a gyerekekre, és ezekkel a terhekkel nagyon nehéz megbirkózni,
Meg ráadásul úgy tűnik, mintha élet-halál kérdése lenne az, hogy ő most megtanulta-e a kovalens kötést, és hogy ebből most akkor ötösre meg tudta írni a kémia dolgozatot, de nem élet-halál kérdése egyáltalán, hanem sokkal, hanem az ezerszer fontosabb, hogy amúgy kiegyensúlyozott, ismere más megküzdési módszereket, tud-e relaxálni, tud-e egészségesen élni, van-e valami énképe, nem tudom, testmozgás, le tudunk-e ülni, beszélgetni egymással, van-e más az iskolán kívül, mint ami feladat a gyerek életében, hogy amúgy lehetne élni, meg jól érezni magunkat, közösségben lenni, meg hobbik, meg ilyenek. Szóval ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ez a work-life balance, amiről olyan jó mémeket szoktunk megosztani a Facebookon felnőttként, gyerekként is nagyon fontos. Tehát, hogy hadd érezzék jól magukat a gyerekek. Szerintem ez egy elengedhetetlen eleme. De ez ugye azért a mai oktatás politika számára az egy elég eretnek gondolat. Tehát, hogy nem erre megy most jelenleg az oktatás. Akkor most mondhatjuk, hogy kicsit az olyan programok, amiket ti is csináltok, széllel szemben próbálnak megérvényesülni? Én azért nem vagyok 100%-ig meggyőződve arról, hogy ami most oktatáspolitikában megjelenik, az a valóságban is jelen van-e. De amivel én nem érzek most ebben még egy jelentős változást, tényleg azért ez még szabályozás szintű, amire adott esetben te utalsz. A valóságban nagy közös túlélési verseny van, tehát ugye meg kell csinálni, meg kell tanulni, meg kell írni, el kell jutni, be kell jutni az egyetemre, az iskolának jó kell szerepelni, tehát ugye egy kicsit mindenki érdekelt ebben a történetben. Én még egyelőre nem érzem azt, hogy a gyerekeknek az amúgy is nagyon magas terhelés az jelentősen megnőtt volna, de kétségtelen, hogy én biztos, hogy nem növelném a tananyagnak a számát, hanem csökkenteném a megtanulandó anyagoknak a számát, és a gyerekeknek sokkal több időt biztosítanék arra, hogy jól érezzék magukat, együtt legyenek, valamilyen kreatív dolgot csináljanak a gyerekek, legyenek olyan hobbiaik, amiket a felnőtt társadalom támogat, hogy ezek kialakuljanak, segítsük őket azzal, hogy tényleges, tehát igazi tömegsportba bejussanak, zenekarokat tudjanak alapítani, eljárassanak ilyen a szakkörökbe, ez ezerszer fontosabb, és nem utolsó sorban a szerhasználat kipróbálásának az idejét is, az első kipróbálás idejét is későbbre tolná, illetve a gyakoriságát is csökkenteni. Ugye nagyon egyszerű, milyen mögött a logika. A gyerekeknek van értelmes, élvezetes, érdekes elfoglaltsága iskolán kívül, akkor nem a parkban lógással fogják tölteni az időt. Ez nagyjából ennyire egyszerűen meg lehet fogalmazni ezt a kérdéskört, és én nagyon-nagyon kapacitálok mindenkit arra, hogy fektessünk ebbe pénzt és energiát, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában, iskolai környezetben, és ne stresszeljenek ennyit a tanuláson. Úgyis élethosszig tartóan tanulunk, úgyhogy lesz idejük még erre. Kicsit említetted ugye a finanszírozási helyzetet. Egy picit akkor beszélj arról is, hogy miből működik ez a program, amit ti csináltok, és hogy mennyire biztosított a jövője? Hát, mi pályázati pénzekből dolgozunk, ez kicsit ilyen kutya vacsorája, tehát amikor van pályázati pénz, akkor abból dolgozunk, amikor meg nincs, akkor meg ez egy kicsit félre van téve ez a történet. Az elmúlt években ezek a kabos, kábítószeres pályázatos pénzek adtak valami évi stabilitást ennek a programnak, főleg ennek a programnak a budapesti állandó tárlatának. Ez a 9. kerületben a Konkáv közösségi tér és prevenciós műhely, amit üzemeltetünk, ugye az volt az, amit részben ebből a minisztériumi pályázati forrásból tudtunk fenntartani, másik részben pedig a 9. kerületi önkormányzatnak a támogatásából tudott ez működni. Ugye az idei év az megvan, nincs is mások belőle hátra, de a jövő év az még azért elég bizonytalan lábakon áll,
mert az önkormányzati oldalról nagyon bízunk a támogatásban, de ugye, ahogy mondtam, a minisztérium nem írta ki azt a pályázatot, amiből tudjuk finanszírozni. Csak egy picit, hogyha megengedett, tehát hogy a vándorkiáltás az akkor működik, amikor megrendelik ilyen-olyan pályázati forrásból, és akkor ki tudják fizetni. Ez ebben a szempontból egy elég egyszerű, ez egy szolgáltatásként működő tevékenység. Ez a másik tevékenység, ez a konkáv közösségi tér és prevenciós műhely, ez pedig egy folyamatosan nyitva tartó, a közösségi tér részében hátrányos, kerületi hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó program. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy kétszintes önkormányzati helység, amiben vagyunk, a földszinti részen, tehát ahol belépünk, azon a részen van a közösségi terünk, és alatta a pincében 150 négyzetméteren van ugyanennek a vándorkiállításnak az állandó változata, ugye egy ilyen letelepített változata ott a 9. kerületben. És hát ugye most egy kicsit azért bizonytalankodunk, hogy hogy lesz ez a 2021-es év, mert hát nagyon-nagyon megcsapantak azok az állami források, ahol egyáltalán lehetne nyúlni, amiből lehetne fizetni ezt a működést, és úgy tűnik, hogy nekünk is azért jobban kell nyúlnunk majd a privát finanszírozásnak az irányába, ugye magánadományozók vagy céges adományozók, akik segítetnek fenntartani. És hogyha megengedtek ennyi hát, reklámot, ugye sajnos kénytelen a szociális szakember, vagy a prevenció foglalkozó szakember egy kicsit marketingesként is működni. Most tehát nekünk fut egy adományozó kampányunk, amelyik a konkávtér.hu oldalon megtalálható, és hogy ez az adományozási kampány az arról szól, hogy ezúttal mi most nem a magánszemélyektől kérjük ezeket a mikroadományokat, hanem arra gondoltunk, hogy az elmaradó céges karácsonyokból egy kicsike költség, vagy azoknak a költségvetéséből egy picike részt szeretnénk kérni, és akkor abból nagyon jól tudnánk működni itt a 9. kerületben, ami amúgy egy szuper program, szóval a látogatók, tehát a nézőket is, amint vége a koronavírusnak, sok szeretettel várjuk oda a kiállításba, hogyha összeszerveznek valamilyen csoportot, hát ez nagyon izgalmas lehet. Ugye a köztesátmenetek.hu oldalon, meg itt a konkávtér.hu oldalon is meg lehet minket találni. Mielőtt még befejezzük a mostani adást, hamarosan lejár az időnk, még annyit kérdeznék tőled, hogy mondjuk, ha nézik ezt a videót olyan pedagógusok, vagy különféle szakemberek, akik szeret ifjúsággal dolgozó szakemberek, akiknek fölkeltetted az érdeklődését, és mondjuk meghívnák ezt a kiállítást, akkor nekik milyen hasznos információkat tudsz elmondani? Hát ez a kiállítás, ez szerintem ez úgy van értelme elhívni valamelyik, hogyha mondjuk egy ilyen nagyjából 2-4 hétig ott tudunk lenni egy helyben, és mint látható itt a videón is, azért ennek egy elég nagy hely kell, hogy fel tudjuk építeni, 130 négyzetméter, 3 méteres belmagasság, nagyjából ezekre van szükségünk, illetőleg arra, hogy legyen egy jó támogató közeg körülöttünk, hogy minél több ember be tudjunk vonni ebbe a munkába. A meggyőződésem, hogy nagyon jó eredményeket lehet elérni, tehát nagyon jól be tudjuk mobilizálni a gyerekeket, a tanárokat is, és tényleg ezek ilyen szuper élmények lehetnek. És hát azért annyit hadd mondjak egy kicsit ilyen szerénytelenség nélkül, hogy azért a csoportok tőlünk mindig úgy mennek el, hogy hát ez nagyon jó volt. Mindig úgy jönnek, hogy úristen, mi ez a hülyeség, ahol megint jönni kell, és mindig úgy mennek, hogy na jó, végre egy jót dumáltunk erről a dologról, meg hogy nagyon izgalmas dolgokat hallottak, mert hogy mi nagyon figyelünk arra, hogy a látogatóink mit akarnak, tehát hogy mi minden egyes csoportot hozzáigazítunk azokhoz, a látogatókhoz, az érdeklődőkhoz, akik ott vannak velünk szemben. Hát nagyon köszönöm, Dani, hogy elfogadtad a meghívásunkat és beszélgettél velem, és köszönöm azoknak is, akik nézték a Drug Reporter Café első adását. Légy szíves, ha megtehetitek, akkor támogassátok a Konkávot, menjetek fel a konkávtér.hu-ra, ott ezt megtehetitek, illetve hát aki szeretné a kiállítást megrendelni, azt lépjen kapcsolatba Danival. Legközelebb valószínűleg jövő héten fogunk jelentkezni a Drug Reporter Caféban, majd bejelentjük nektek, hogy milyen vendéggel és milyen témával. Köszönöm szépen, és vigyázzatok magatokra, vigyázzatok a Covid-dal, és maradjatok egészségesek. Sziasztok! Sziasztok!